Sziasztok, Kriszti vagyok. Sziasztok, én pedig Kitti vagyok, és folytatjuk a videósorozatunkat, amikben a kedvenc termékeinket hozzuk el nektek a napi kedvenc rovatunkból. Most hajas cuccokat szedtünk össze. Ugyanis a www.illulent.hu oldalon találtok egy olyan rovatot, aminek az a neve, hogy napi kedvenc, és minden nap bemutatjuk a szerkesztőségünknek valamelyik favorit termékét, ami lehet hajápolás, bőrápolás. Már egyébként van videónk a kedvenc sminkeinkről és a kedvenc bőrápolási cuccainkról, úgyhogy most jön a hajápolás. Jön a haj. Na, mik vannak itt? Mivel kezdjük? Én kezdem az enyémmel, az én egyik nagy feltételezettem. Mutasd meg, mi a kedvenced. Ez eleve nekem az, hogy málna ecetes kivonatú. Meg nekem ez ilyen tök spéci. És ez egyébként balzsam, de hajápoló is egyben, úgyhogy amikor nagyon nagy rohanásban vagyok, akkor csak hajat mosok samponnal, és utána jön ez a balzsamos. És ezt nem mosod ki? De, ja, kimosom, csak hogy nem kell külön hajápoló, meg ez, meg az, hanem az ilyen kettő egybe. Szóval, ha lusta vagy, és sietsz is hozzá, akkor ez isteni, ez a cucc. Nagyon jó az illata, én ezt nagyon szeretem. Én ezt használom mostanában. Bőrsemleges pH, fejbőrbarát, hatása bőrgyógyászatilag igazolt. Nagyon jó. Ezt ki fogom próbálni. Ráadásul festett hajra kifejezetten. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért hasonló a hajszínünk, úgyhogy nem lesz tőle rózsaszín? Az lenne nem a legjobb. Nem lesz tőle rózsaszín? Mondjuk hoztam neked egy meglepit, de akkor azt még odébb teszem. Jó. Azt majd később. Itt vannak ezek az OC Repair cuccok, amit kameramanunk Márti imád. Esküszik ezekre. Azt mondta, hogy ez a töredezett hajra, a sérült hajra nagyon fantasztikus. Ebben például makadámia dió olaj van, úristen, jojoba olaj és avokádó olaj, szóval ez tényleg egy ilyen elég jó cuccnak hangzik. Próbáljátok ki, hogyha ti is szeretnétek egy kicsit javítani a hajállagot. Ez egy sampon, és ez a 3 perces hajkúra, ami átmenet egy kicsit a balzsam és a hajápoló maszk között. Azt mondja Márti, hogy ez tényleg nagyon hatásos, és tényleg 3 perc alatt képes a hajadból egy jobb textúrát varázsolni. Úgyhogy próbáljátok ki, ezt szerintem én is kifogom. Ha jól tudom, milyen ez a te kedvenced volt, igen, erre emlékszem a rovatból, ami egyébként szintén kicsoda is mit tud. Tele vagyunk csodákkal ma. Ez az Eleven Australiának egy nagyon-nagyon jó kis cucca. Bocsánat, zárójelbe. Az Eleven márkát azt nézzétek meg, mert nagyon-nagyon jó cuccaik vannak, zárójelbe zárva. Én csak ezt használtam tőlük, tehát semmi mást egyelőre, de ez hangsúlyozom, hogy egyelőre, mert biztos, hogy fogok még tőlük használni dolgokat. Ez egy olyan hajvégápoló, ami nagyon-nagyon működik, kevés is elég belőle, hangsúlyozom, mert hogy ugye nekem az szokott a problémám lenni általában ezekkel a termékekkel, hogy rengeteget kell raknom a hajvégeimre ahhoz, hogy bármi történjen, és akkor 2 használattal vége van a tubusnak. Nagyon jó illata van, azt még eddig nagyon nem jó, mondtad. Igen, az is nagyon jó illata van, és ami nagyon fontos, hogy nekem szinte ez az egyetlen olyan hajápoló, amit használtam, ami nem nehezíti el a hajnak a végét. Tehát, hogy tudod, nem az van, hogy rákened, és akkor így egybe így összeáll, vagy tudod, szoktak lenni azok a termékek, amik így annyira nem jók, csak elvileg jók a hajvégeidnek, de jól nem fog kinézni a hajat tőle. És állatkísérletmentes, ezt most ami látom nagyon rajta. Fontos, igen. Na, hát van itt egy ilyen, ami tök jó, hogy vannak hajvégápolók, meg ilyen-olyan ápolók, de vannak napok, amikor csak a száraz sampon segít. Ez nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, nagyon kevés van benne már, nem véletlenül, mert kicsit sokat használtam mostanában. Száraz sampon, kókuszos, hiszen tökre kókusz illata van amúgy. Tényleg, még így is érződik, hogy nem nyomtam belőle. Nagyon jó. És amit imádok benne, hogy a többi száraz samponnal ellentétben, ez nem látszódik meg a hajtöveimen, akkor sem, amikor már ugye lejjebb van nőve. Ja, akkor nem csak azért messzőke vagy. Nem, pont ezt akartam mondani, hogy amikor kicsit lenő a hajam, és már látszódik egy ilyen kis barnás. Egy ilyen kis ugye, Shakira tárgyalat. Igen, mondjuk én imádom, amikor le van nőve, nem fog meglátszódni, hogy száraz samponoztál, és csaltál reggel, és aludtál még 10 percet, és elcsaltad a hajmosást. Akkor ez dobogós cucc. Ez tényleg dobogós. Nagyon jó. Akkor itt van a kamerawomanünk Mártinak az egyik kedvenc cucca. Ez egy jojoba olajos, nagyon száraz és töredezett hajvégre való hajvégápoló. Amit hajmosás előtt kell használni, az a nagyon fontos. Ami nekem nagyon fura, de... Igen, egyébként én ennek használtam már a hajvégápolóját, amit ugye hajmosás után kell, és az is nagyon jó, de ezt is tudja, hogy ki fogom próbálni. A Márti állítja, tényleg esküszik rá, hogy hajmosás előtt, akár este, hogyha magadra kened, és mondjuk reggel megmosod a hajad, az is tök jó, mert hogy ápolja egy picit, és még a rosszabb minőségű samponokat is egy kicsit föl tudja húzni, és szebb lesz úgy összességében a végeredmény. Úgyhogy hajmosás előtti hajvégápoló, érdekes termék, próbáljátok ki.
Van itt még egy hajlak is, mert hajlak az kell, és ez például a főszerkesztőnk Anita dicsérte nagyon, azt írta róla a rovatban, nem kellett megvárnom a választásomat, szuper erős tartású, mégis rugalmasságot adó termék, ami tényleg segít beszabályozni a kis röpködő, égnek álló hajszálakat. És egyébként én is erre használom, mert nekem néha, hogy mikor hajat mosok, akkor olyan vagyok, mint aki tényleg egy gyapjú pulcsiba trambulinozott fél órát. És ilyenkor, ha ebből a kezemre fújok egy keveset, és csak így, akkor teljesen rendben. Tényleg elveszi, hogy mondják ezt a frizzi. Igen, az. Plusz, ha kiegyenesítem a hajam, ami mint látjátok most nem történt meg, na mindegy, ha kiegyenesíteném és ezzel befújnám, akkor tudom, úgy tartja. És ki tudom fésülni. Nekem ez a mániám, hogy ne álljon össze egy ilyen nagy tömbé az egész, hanem ugyanúgy kifésülhessem, és ezzel sikerül. És ami nagyon fontos, nekem az ilyen hajlakoknál, meg hajformázóknál, meg mindegyiknél azt utálom, hogy ragad. Na, de ez nem. Na, és most magamra fújtam direkt emiatt, meg az illata miatt, és nem ragad. És nincs benne alkohol, úgyhogy ez egy jó cucc. Nem szárítja akkor ezek szerint a hajat. Na, mi jó. Még egy dolog maradt, még amire dolog azt mondtad, maradt, hogy az én meglepetésem. Amit imádni fogok, hogy szeretném, hogyha ezt kipróbálnád. Ez egyébként az én egyik nagy kedvencem, ez egy hajszínező spré, egy kék árnyalat. A baby blue árnyalat, most imádsz. Persze, halál diszkrét szín, igen. De annyira szép, de majd most meg fogod látni, nagyon szép színe van. Annyit kell csinálnod, hogy bármennyi részt, mennyit a hajadban be akarsz színezni, mondjuk egy tincset előveszel. Megyek szülői értekezlet, ezért maradjunk egy tincsnél. Akkor az egész hajad. Ezt én azért szeretem nagyon, és azért szeretném, hogy te is kipróbáld, hogy lásd, hogy egyébként meg nagyon könnyen kijön, tehát hajat mosol, és elveszett a varázs. Akkor is, hogyha te annyira befújod, hogy hupikék lesz. Mondjuk azt tetszik, hogy ilyen nyomós a teteje, de van, amelyiket tudod megnyomod, ez a psszsz, és akkor hirtelen egy kiló lesz. És az egész fürdőkék lesz. Egy ilyen, csak így messziről, akkor elég is, látod? Igen, és akkor szépen így beleizéled egy kicsit, is egy ilyen ezüstös kék lesz, tehát hogy nem ez a hupi kék árnyalat, én azért szeretem nagyon. Tudod, mikor lehet ezt még használni? Na. És ezt tényleg nektek is mondom, szőkített lányok, figyeljetek, ezt a Schwarzkopfot akkor érdemes megvenni, ezt a terméket, hogyha néha kicsit besárgul a szőkített hajatok, mert isteni, annyira jó rá, tényleg komolyan. És ha sokat fújsz, akkor nem fog ragadni, mert nekem itt most ilyen kis mennyiségben jó, csak ez nem olyan, hogy nem lehet. Nem, az a durva, hogy kicsit ilyen sejmesebbé teszi amúgy egyébként a hajamat. Hát az először, tehát amikor belefújtam, akkor így összeállt, és most, hogy hármat csak így húztam a kezemmel, frankos sejmesebb lett a hajam. Igen, nagyon durvájával néz ki. És ki ne szeretni a kék hajat. És amúgy látod, hogy ilyen ezüstös kék, ez tehát hogy nem a hupi kék, és tudod azt csinálni, hogy csak azokra a részekre fújod, ahol kicsit besárgult. Ez jó, ezeket tényleg szeretem. Köszi. Úgyhogy, és milyen jól, amúgy tök jól áll a te hajadon is. Nagyon ezt érdemes kipróbálni, és amikor durvulni lehet vele, mondjuk egy fesztiválra, hát ezt így de tudom. Nem, ez tök jó, le is lehet akár szedni, csak jó az illata. És van belőle rózsaszín is, meg egy csomóféle szín, kipróbáljátok ki. Jó, köszi a tippet. Jó. Szerintem megvagyunk. Hát bemutattuk a kedvenc hajtermékeinket 2019-ből. De fontos tudni, hogy ez egy icipici töredéke csak, és ha tényleg megnézitek a rovatot, akkor ott rengeteg mindent találtok a hajápolóktól kezdve, hajlapok, lilulent.hu, fésük is vannak, és ezek mind olyan cuccok, amiket mi kipróbáltunk is, mi merünk nektek ajánlani, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. Ha pedig tetszett ez a videó, és szeretnél hasonló napi kedvences összeállításokat látni, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és írd meg nekünk kommentbe azt is, hogy mit szeretnél, mit próbáljunk még ki. Vagy mi az, amit ajánlasz, hogy neked bevált. És akkor azt mindenképpen tesztelni fogjuk mi is, és kitesszük a napi kedvenc rovatunkba. Sziasztok! Hello!